Ez a drón is segíti idén a parlagfüves területek felderítését, amely minden évben a Heves megyei kormányhivatal kiemelt feladata. A légi felderítés, illetve a drónok alkalmazása lényegesen megkönnyíti a munkánkat. Heves megyében tavaly 300 ezer hektár külterületet tudtunk, hogy tetszik, megvizsgálni, és felderíteni a parlagfűvel fertőzött területeket. A parlagfűvel fertőzött területek nem több, és nem kevesebb, mint az országos átlag. Hozzátette, 2018-ban a Heves megyei kormányhivatal munkatársai derítették fel a legtöbb parlagfüvet az országban, az ellenőrzött terület nagyságát pedig megtízszerezték az előző évhez képest. Fontos azonban, hogy a jogszabályváltozás révén már nem csak július 1-től büntethet a hatóság. A jogalkotó innentől kezdve nem időponthoz köti a parlagfű elleni védekezési kötelezettséget, hanem kizárólagosan a növény fejlettségi állapotához. Ezt a változást az indokolta, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján az időjárás változékonysága miatt számos esetben előfordult, hogy a parlagfű virágzása június 30-a előtt megkezdődött. A gyomnövény ellen való védekezés bel- és külterületen is a földhasználó kötelessége. A hatóság növényvédelmi bírságot szabhat ki, amely a terület nagyságától és a fertőzöttség mértékétől függően 15 000 forinttól 5 millió forintig is terjedhet.